kislány, akit Baktuskának hívtak. Ez a kislány mindig jókedvű volt. Kedves vidám hangoskájával, szép táncával sok örömet szerzett szüleinek és ismerőseinek. Mahó nagy pejhekben hullott alá a szűk kicskék égből. Bizonyosan hópia a szőság rázogatta óriási dunyháit. A gyermekek az utcán pirosra csípett arccal hógolyóztak, hóembert építettek. Közeledett a várra várt karácsony, és az apró emberek estére elcsöndesedtek, jól viselték magukat, és állítottak, bámultak ki a hóval borított utcára. Tudták, ilyenkor járnak az angyalok a jó gyermekek nevét felírni, akiknek majd karácsonyra ajándékot visznek. Magduska különösen jól viselkedett. Hely, nagy oka volt rá. Roppant kívánságot rejtegetett kis szívében. Magduska hallotta, hogy réges-régen, talán 100 évvel ezelőtt élt egy kislány, aki jósága és szelítsége jutalmául az angyaloktól egy kis ezüst koronát kapott. De ez nem közönséges korona volt, roppant varázslattal bírt. Tulajdonosának minden kívánságát teljesítette. Magduskának nem ment ki a fejéből a varázs korona története, s elhatározta, hogy jó lesz, igen jó lesz, hogy kiérdemelje az angyaloktól a koronát. Minden este, mikor lefeküdt, azért imádkozott, hogy az angyalok teljesítsék kívánságát. Anyuska is elég ismert rá kislányára, olyan csendes, olyan szófogadó lett. Közben eljött a karácsony este. Magduskával egész nap nem lehetett bírni. Türelmetlenségében ide-oda ugrált. Folyton az órát nézte. Nem győzte kivárni, hogy az angyalka csengessen. Na de végre, mégis eljött az a perc, mikor az angyalkák csengettek. S a szalagajtó kitárult, a szoba közepén, ott pompázott a gyönyörű, csillogó karácsonyfa. Magduska egy pillanatig elámulva nézte a fát, s azután megnézte a játékokat. Volt ott sok minden, gyönyörű nagyhajjal baba, valódi haja és szempillákkal, s ha megnyomott egy gombot, a baba hátán beszélt is, és szép kis zongora, amíg ott a tartó is volt, szép piros szankó és sok mesekönyv. Magduska nem is képzelte, hogy ennyi ajándékot kap, és boldogan nézegette őket. De egyszerűen csak eszébe jutott a varázskorona. Félügyrövéket kutatta át az egész karácsonyfát, de amit keresett, azt nem találta. Magduska csalódott, talán nem volt elég jó, vagy talán nem kérte elég szépen az angyalokat, hogy teljesítsék kérését. Sírásra görbült szájjal ült le a vacsorához, s máskor oly nevetős vidám kislánynak hangját sem lehetett hallani. Hiába kérdezte anyuskája, hogy mi bántja, Magduska nem felelt, csak némán, durcással intett a fejecskéjével. Anyukája gondolta, hogy álmos, s így korán lefektette az ágyba. Magduska mielőtt elaludt volna, gondolkozott, hogy imádkozzék-e az angyalokhoz, vagy sem. De mivel haragudott rájuk, így imádkozás nélkül aludt el. Már javában aludt, mikor hallja, hogy az ablakon kopogtatnak. Kiszáll az ágyba, és lábújhegyen az ablakhoz lapózik, és látja, hogy az ablakpárkányon három kis angyalka dörög. Hamar kinyitja az ablakot, és beengedi az angyalokat. Majd visszafekszik az ágyba, és az angyalok pedig lőnek mellünk, s a legnagyobb ízad a kislány. Magduska, ugye már azt hitted, hogy elfelejtkezünk rólad, és nem hozunk el neked, amit kértél. Látod ezt a kis ezüst kapját? Ebben van a varázskorona, az ezüst korona, az ezüst lánccal. Mi elhoztuk neked, amit kértél, de mielőtt átadnod, szeretnél.
messze messze innen van egy nagy-nagy város, ebben a városban sok-sok csillogó paloták. Ezeknek a palotáknak a fénye úgy elkápráztatja az emberek szemét, hogy a paloták mellett húzódó kis viskókat nem látják meg. Az egyik kunyhóban, amely talán az összes köz a legnyomorultabb, él egy szegény beteg özvegyasszony egyetlen lányával, a jó kis Klárikával. Mivel az édesanyja beteg, nem jár a napszámba, Klárika keresi meg a mindennapi kenyerüket, újságot virágtáron, mert ezzel pénzt keres, oly csökély, hogy alig állik az édesanyja orvosságára. Ételen a szomszédok segítik őket, de így is nagy nyomorban élnek. Ebben az évben ketten volt azok Klárikával, akik a varázs koronára vágytatok, ketten imádkoztatok, de a varázs korona kettőtök közül csak egyikőtöké lehet. Eljöttünk hát hozzád előbb, hogy megkérdezzük a varázs koronával, mit élők legyünk. Melyik éj legyen? Az anyjaka elhágatott, és Magduskára nézett, aki elgondolkodva feküdt ágyikójában. Magduska maga előtt látta Klárikát, aki szegényes ruhájában, esőben, szélben, kékre fázott, kifújt kezecskéjében, újságot s virágot árult. Aztán látta a szegényes lakást a beteg édesanyjával, vagy tekintete saját pihebuha ágyikójára és játékaira esett, és így kiáltott fel. Nem, nem, angyalkám, nekem nem kell a varázs korona. Vigyétek el Klárikához, akinek nagy szüksége van rá, aki sokkal jobb, mint én. Tűrő, szemben dolgozik édesanyjáért. Ha teljesüljenek kívánságai, nekem még a varázs korona nélkül is majdnem nem teljesítik a szüleim. És édesanyjalkám, minden játékomat, amit ma este kaptam, oda akarom adni Klárikának. Nekem még úgyis marad elég. Magduska, szólt az angyal, ezt vártam tőled, ilyen kislánynak ismertelek meg. Tudtam, hogy nem fogok benned csalódni. Most már vagyunk is, csak még azt mondom, mindig ilyen legyen a kis szívecskét, mint most. S akkor sem, mi sem a Jóisten sose fogunk elhagyni. Azzal az angyalkán kerül vissza, és elrepültek Klárikához. Mások reggel, mikor Magduska felébre, olyan furcsa zavaros volt a feje, először azt hitt, hogy csak álmodott és álmal beszélt angyalkákkal, de érezte, hogy a szívem ellenérzésekkel van tele, a tegnap esti duzzalás nyomasít, akkor tudtam, hogy tántér nem álló volt. Eszébe jutott Klárika, hamar kiugrott az ágyban, és átszaladt édesanyai szobájában, ott az anyuka nyakába borulva így könyörgött. Anyuskám, drágám, bocsáss meg, hogy tegnap olyan csúf, morcos és hálátlan voltam, és nem örültem a szép ajándékoknak. Ígérem, soha többé nem leszek olyan. Anyuska nem tudta, mire vélni Magduska szavai, de szeretettel ölelte magához. Magduska ezután nem volt elégedetlen, bármi csekélységet is kapott ajándékba. Ha elégedetlen lett volna egy kicsit, mindjárt eszébe jutott Klárika, s mindjárt boldogabb lett, hogy ő szüleivel együtt lehet. És nehogy azt higgyétek, hogy a varázs korona semmit sem adott Magduskának, kapott olyan tiszta színű rajzszívet, amivel a világ összes kincse sem ér fel. Thank you.
délutánnak. Szeretnénk minden harmadik A, harmadik B és harmadik C is kisgyereknek, és az ők felkészülésüket segítő tanítóknak, Anikó néninek, Enikő néninek, Puszta Irén tanító néninek, akinek innen is küldjetek ti is mindannyian egy gyógyító sugarat, hogy minél hamarabb felépülhessen, Valiné Fodor Irén tanító néninek elsősorban, és az őket segítőknek, Fekete Julika néninek, Erdei Eszter tanító néninek, Bálint bácsinak, Dóróni Katika néninek a dekorációért, Alex bácsinak és Botinak, Szabolcsnak a hangosításért köszönöm. Köszönjük ezt az igazán szívet, lelket melengető műsort. Egy nagy tapsot szeretnék mondani. Tegyed fel a kezét az bármelyiket, aki azt mondja, hogy a jobb kezemben húzom ki.
hallani. Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert tele van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert oda bent a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. Ezekkel a szavakkal kívánok mindannyiótoknak